Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Might and Magic Chess Royale folytatása. Lássuk az ingyen ládát. Azt hiszem ez még valahol hasznos. Nem annyira. Arany meg azt hiszem teljesen haszontalan. No, és ugye akkor megpróbáljuk ezzel a láva elementállal. Mint első harcos. Akkor igazából a ghostot lecserélhetnénk valami másra. Drasticard nem annyira nyerő. Dryad nem. Még egy láva elementál. Nem, törpét hozhatnánk. Hát, jó kérdés, hogy lehet, hogy ez a troglodita jobb lenne. De a színben meg annyival gyengébb. De nulla az gyenge. Nem, nyilván akkor maradunk ennél. Azt hiszem, jobb híján. Lássuk, hogy állunk. Viszonylag lassan van parti, úgy látom. De azért csak lett. No. Utolsó megérkezik, így vagy sem. Hosszasan megküzdünk, és jipi! Na, mit kapunk? Két rúna. Nem is tudom. Azt sem belegyárok jobban. És azzal már van egy párunk. Azt hiszem őket is behozom, az egy nem rossz figura. És majdnem van egy két csillag belőle. Az olyan valami. Fél siker. Hát úgy látom, ezt csúnyán bukni fogjuk. Köszi, köszi. Tök hasznos a bónusz, amit kaptam. Hát ez nem érte föl a pókost, bár lehet, hogy csak nagyon rossz csomagot kaptam ellenfélnek. No, átbuktunk egyet. A hárpia jöhet. Oké. Dupla valkír nem kell. Elámul a vámpír nem egy rossz darab. Na, ez legalább megvolt. Csúnyán megvolt. Aztán szépen haladgatunk. Feljebb. Ja, megvan a hárpia, az azért segít. Párba, vagy triplába, vagy hogy mondjam. Tehát a két csillaggal.
lámpért meg behozzuk, mert az meg egy erős magával. És létszámmal azért lehet dolgozni. Hát igen, lehetne belőle futni a befejezett manőverre. Talán. Ki tudja. Oké, okay. Igazából a Runa Priest az, amelyik megnyerte ezt a meccset, úgyhogy lehet, hogy valóban hasznos lenne ráfutni. Akár csak egy sima második példányra. Fogynak a népek bőven. No. No igen, az egy érdekes kérdés, de nem, most nem arra megyünk. Hát egyik helyet sem érzem erősebbnek. Viszont így megvan a tripla. Két szinttel meg a lipcsel. Az azért húzós. Húzós költségű. No. Hát nem hiszem, hogy ezt megnyált így esélytelen is. Kár. Cserébe kapunk két aranyat, de ez egy nagyon ciki buktának ígérkezik. Egyenlőre. Ez egy nagyon ciki buktának ígérkezik egyenlőre. Nagyon fát akar nekem adni. Mondjuk hozunk egy második licset. Az azért segít. Ha már hárpiából nem tudtuk megtalálni. Sehogy se az ügyet. Jó, hát ez csúnya mészárlás lett. Ami segít. Nagyon is segít. Hát akkor legalább a 50%-ig eljutottunk. Ha minden jól alakul. És hát megvárjuk, mert megvárjuk. Nyúk, valóban. Az akár segíthet, nem sokat, de segíthet. Hát úgy érzem, az nem fog megmenteni senkit már. Az a mennyei segítő. Abból még sose láttam olyat, ami hasznos lett volna.
opcióba. Úgyhogy igazából azt egy nagyon gyenge képességnek tartom. Ott. Ohoho, és jön a sárkány. Egy dupla sárkányt kaptunk. Viszont akkor azt hiszem ezt eldobjuk. Na most egy dupla sárkányra megyünk. Megvesszük. Dupla csontsárkány. Az jó csomagnak tűnik. No, hát minimál HP-n, de túléljük. Ebből viszont úgy érzem, azt lehet mondani, hogy ez az első híró, az nem túl izmos. Vagy csak pekünk volt, ugye ez mindig egy nagy-nagy kérdés. Egy újabb kivégzés esély. Nem fog ártani az extra zseton. És akkor mindenkit boostol, mindenkit segít. Ez lehet fordítva. Ja, úgy is ugrik. És akár ide beugorhat valaki gyors meghalásra. Meg majdnem meg is öljük. De azt hiszem messze a legtovább bukott HP-ban ez a utolsó hátsó mentő. Na, a végére egész emberi csapatunk lett. Aztán majd kiderül, hogy elég vagy sem. Újabb kivégzés potenciál. Na, hát elvileg mindegyik, sőt most lesz majd a vámpír, aki a negyedik párosítható csapattag lesz. Kettő, három, négy, öt. Ötből négy, kettő, de a harmadik hiányzik. Hát ez van. Elemen brutális mészárlást rendeztünk. No, hát meglátjuk. Legvégén vagyunk a dolgoknak, már csak egy hármas van. Az valahol megnyugtató. Akkor mindenki üthető pozícióban van alapvetően. Ez egy érdekes kérdés, mert igazából a két extra leech az elég potens. Ezt frissítsük. És akkor ennek lesz egyértelműen a legjobb opciója, hogy
összehozzunk egy extra lics csomagot. Hát elfogytatok. Három csillagos szörnyékék, de nincs kellő csomagotok. Ezek szerint nem a három csillag az, ami megmenti a hátsónkat. Minden esetben. Azt frissítsük. És akkor legközelebb hozzuk a következő licset. Én azt mellé rakom, hogy lássam, hogy mi a helyzet. Marha nagy szárnyaival egyszerűen nem lehet látni tőle. Csontvássárkányunk. Igen, csak akadályt képez. Rendben, és akkor 10 alá süllyedtünk. Az a baj, hogy ő marad, ami azt sejteti, hogy akkor ő lesz a veszélyes probléma. Ő vele fogjuk a végső meccseket lejátszani. Vagy sem. Megjött. Egyébként mit kapunk? Egy jó támadó. Hát nem rossz egyébként ez. Na, megjött a hárpia. Az egy fél siker. Oké, szerencsére a képességét a legvégén használta el, ami így elment a levesbe. Ő meg egy döntetlent vívott valakivel. Egy újabb kiütés esély. Vampír nem kell. Ahaha, az viszont elég csúnya csomag, hogy két lics. Megkockáztatom, hogy megnyerjük ezt a meccset. És akkor nem kell eldobni a csontsárkányt, hát ha bejön belőle a második. Végtelen idézett lények hordája oda-vissza. Ezt most nem teljesen értem, ezt a leosztást. Ó, hogy melyiket? Hát ez remek kérdés. És akkor azt mondom, egyébként a behemótot fogjuk majd behozni, mint extra figurát. Ugye akkor lesz egy új helyünk. Egyébként azért, mert a két-két csillagos lics az valószínűleg erősebb, mint a három csillagos. És ugye a sárkányt azt egyértelműen erősítettük. Nem sokáig, mert elhalt pillanatok alatt. Thank you.
Na mi lenne, azt a gyógyítót elpusztítanánk elfogadható idő alatt? A végtelen idézet lénye. LOL. Hát ez bókás volt. Több idézet lény volt a pályán, mint normál. Oké. Mondjuk így. Ó, de jó fej. Nem leszünk jó fejek. Viszont ebből kérjük a következőt. Két hárpia nem érdekel. Rengeteg varázslattal nyomul. Kérdés, hogy ez segít rajta vagy sem, nem úgy látom. No. És akkor jön az utolsó. Ha nem buktázza be. Az egy mókás lenne, hogy elbukja a meccset is. Hopp, egyszer csak nyertem. De nem, lesz egy tisztes végső menetünk. No, ezzel meg vagyunk egyébként, úgyhogy jöhet a következő nagy akármi. Tűzorjás. Alapvetően tűzorjás. Bedobunk mindent, mert amit nem költöttünk el, az veszteség. Oké, eddig jók vagyunk. Jó, az idézett horda az megnyeri nekünk a meccset. Jó, hát a Leech, amikor itt elkezdte idézni a három csillagos szörnyikéket, az menthetetlenné vált a másik oldalról. Körülbelül egyébként az, hogy a Leech-et ki tudtuk termelni három csillagra, az nyerte meg nekünk. Az nagyon elhúzta az erejét. No, hát egy igen jó menet volt. Ami az elején nem látszott nyerhetőnek. De nagyon gyorsan buktunk egyet, meg majd még egyet. De végül kihúztuk. Kaptunk valamit. Fuhú, abszolút tök jó. Újabb bogyók. Na mindegy. Valaki szintet lép. Kettőt is, akkor legalább megvan a képessége. Nem mintha használnánk, de megvan. És jó, nyilván kéne ezekkel is játszani, hogy az úrbogyókat gyűjtsünk erre a ládára. De igazából arra korlátosan van kedvem. No, hát innen folytatjuk legközelebb. Mára ennyi.